éppen egy éve annak, hogy ez az árhullám Magyarországot fenyegette, és nagyon komoly erőfeszítést kellett tenni annak érdekében, hogy gátszakadás nélkül, különösebb anyagi veszteségek nélkül, de különösen emberi élet kockáztatása nélkül átvezessük az árhullámot Magyarországon. Az árhullám elleni sikeres védekezésnek három fontos feltétele volt. Az egyik a szakértelem, amelynek többek között az említett vízügyi prognózis is nagyon fontos eleme volt. Centiméter pontosággal tudtuk, hogy a Duna különféle szakaszain mekkora árhullámmal kell számolnunk, és ezek az előrejelzések hajszál pontosak voltak, sehol nem került sor olyan roham munkára, amelyik magassághiány pótlására irányult. A második eleme a szervezettség, amelyik erők, eszközök koordinált gyors rendelkezésére bocsátásával biztosították a feltételét a sikeres védekezésnek. És a harmadik, és ezért is különösen fontos ez az emlékmű, egy széleskörű társadalmi összefogás, önkéntesek százezrei vettek részt a hivatásos állományon kívül a védekezésbe, és nagy szükség volt az ő közreműködésükre. Budapest az a gyönyörű város, a Dunára épül, amelynek megvan a kívánvaló hátulütője is. Szeretünk kereszt a folyót, és mindig fel kell arra készülnünk, hogy néha a rosszabbik arcát is tudja mutatni. Nagyon fontos, hogy azt a tanulságot levonhatjuk, hogy képesek voltunk Budapestet megvédeni, és reményeink szerint képesek is teszünk mindig. Van néhány dolog, ami összetöki a városainkat. Ez itt historische Städte? Két történelmi városról van szó, bár a méretük az különböző Budapest kiszer akkor, amint végez volt, de ami mégis összetött bennünket, az a Duna. A tavalyi árvízből, vagy magas vízállásból három dolgot tudunk. Wir müssen in unseren Städten... Tehát nagyon sok pénzt kell költenünk az árvízvédelemre a jövőben, még akkor is, hogyha az emberek ezt nem mindig akarják. So nicht wollen. Wir müssen außerhalb unserer Städte... Nagyon fontos az, hogy a városokon kívül hagyjunk teret a folyóknak, és ne építsünk be mindent, ne zárjunk le mindent a folyó elől. Und wir haben gelernt, in Regensburg glaube ich genauso wie in Budapest... És amit szintén megtanultunk, és amiért hálásak vagyunk, hogy a városlakók önkéntes munkáikkal hozzájárultak az árvízvédelemhez, az önkéntes mentő szolgálatok hozzájárultak ahhoz, hogy nem kellett emberi élettel az árvízre. Hölgyeim és Uraim, ez a hely hirdesse mától az árvízi összefogás sikerét, legyen mementója minden idők legmagasabb történelmi árhullámának a dunai folyami szakaszon. És őrizze meg ezt a jövendő számára intő figyelmeztetésül, amelyet mindig a feledékenyebb évjáratokban is eszünkben kell tartani.